Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a YouTube csatornámon! Már egy újabb ruhás videót hoztam nektek. Az őszre készülődvén egy kisebb csomagot rendeltem magamnak a Shein-től. Ezt nem szponzorált videó teljes egészében magamnak fizettem és válogattam össze a ruhákat, viszont nagyon szeretem az oldalukat, ezzel már régebben is beszéltem, korábban sokszor működtem velük együtt, és azóta is körülbelül minden szezonban rendelek magamnak egy kisebb, nagyobb ruhás csomagot, és ez most sem volt másként. Ahogy mondtam, ezek már őszi darabok, meg fogom nektek mutatni, hogy miket rendeltem, jó lett-e a méret, avagy sem, és hogy az adott ruhadarabokat én hogyan képzelem el magamon. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok ezekre, akkor tartsatok velem. Nos, tehát akkor vágjunk is bele. Amit a bevezetőben elfelejtettem mondani, az az, hogy az agentemből is beszereztem magamnak mostanában egy darabot, ez pedig nem más, mint ez a Farmer. Ugyanebből a Mom Jeans fazonból van már nekem egy picivel sötétebb kék árnyalat is, de szerettem volna egy kicsivel világosabbat, ami nem túl logikus így a hűvös, sáros, latyakos idő közelettével. Minden esetre nekem ez a fazon nagyon bevált, és találtam belőle egy ilyen se nem túl világos, se nem túl sötét kék színt. Ez 34-es méretű, ahogy mondtam, a Mom Jeans fazon, magas derekú és bokáig érő fazon. Ebből is van többféle derékmagassággal és többféle hosszal elérhető, illetve van olyan Mom Jeans is, ami egy picit bővebb, lazább fazonú. Nekem ez a klasszikus vált be legjobban. Nagyon-nagyon szeretem, mert sportcipővel, magas sarkúval nagyon jól be tudom illeszteni, akár elegánsabb, akár sportosabb outfitekhez is, és azt hiszem 6000 pár száz forintba került, lehet, hogy ilyen törzsvásárlói kedvezmény is volt rá, arra már nem emlékszem pontosan, úgyhogy mostanában, ha Farmerre van szükségem, akkor mindig egyből az agentembe megyek, mert valahogy ott tök jó áron, tök jó minőséget szoktam kapni. Picit stretches fazon, de nem az a vékony, szöszölődős fajta, és a színe sem kopik ki. A másikat azt már nagyon sokszor mostam, a sötétebbiket, és nem fakult ki egyáltalán. És akkor térjünk át a Shein-től rendelt dolgaimra. Még csak gyorsan kikapkodtam a nagy zsákból, hogy megnézem, minden megvan-e. Az első dolog nem egy ruhadarab, viszont akármikor rendelek, mostanában mindig rendelek egy telefontokot is magamnak, mert szuper jó telefontokjaik vannak, ilyen 500 forintért körülbelül. Most legutóbb erre esett a választásom, ez a picit ilyen textúrált, hullámos, nagyon jól néz ki, és tök jó minőségű. Szóval 500 forintért sose tudom kihagyni, hogy rendeljek egy újabb tokot magamnak. A következő darab, ez egy kardigán, amivel már nagyon régóta szemeztem, már a nyári, tavaszi időszakban is, de most került rá sor igazából, hogy megrendeljem. Ó, nagyon-nagyon puha. Ez egy ilyen szivárvány színű kis rövid derekú kardigán. Nagyon-nagyon szép, és a gombja is tök jó minőségű, is aranyfoglalatos, gyöngyház színű, gyöngy, mintha gyöngy lenne a gombnak a közepe. Azt hiszem, hogy XS-es méretet választottam magamnak, de így ránézésre nem tűnik olyan nagyon-nagyon rövidnek és szűknek sem, úgyhogy szerintem ez pont jó lesz. Természetesen minden darabot meg fogok mutatni itt felvéve mellettem, hogy lássátok, hogyan néz ki. Az még eddig soha nem jelentett problémát a Shein-től rendelt dolgaimnál, hogy nem úgy néz ki a termék, mint amit a képen mutat. Én még egyszer sem csalódtam bennük. Alul az infoboxban, ha érdekeltiteket, be fogom linkelni a ruháknak, Farmernak a linkjét, mindent, amit megtalálok. Ó, itt van a másik dolog, ami miatt nagyon izgat vagyok. Ez egy szoknya, egy Farmer szoknya, ami ilyen, wow, nagyon érdekes festmény mintával van. Szóval ez egy Farmer szoknya, ilyen elől felvágott fazonú, és szerintem jó, hogy a legkisebbet rendeltem belőle, 25-ös volt a legkisebb, ilyen oldalt cipzáros fazon, és én úgy látom, hogy ez pont jó lesz rám, nagyon-nagyon különleges, nem egy visszafogott darab, viszont egy fehér blúzzal, akár egy lapos fehér sportcipővel, vagy egy szép színes magas sarkúval is nagyon jól tud mutatni, hogyha egyszerű visszafogott felsőt és cipőt választunk hozzá, akkor ez egy teljesen egyszerű outfitet nagyon jól fel tud dobni. Ez nagyon-nagyon tetszik. Már nagyon izgatott vagyok, hogy felpróbáljam. És akkor amit még rendeltem, az egy kabát. Ezzel is már nagyon régóta szemeztem, vagyis nem is konkrétan ezzel a színnel, hanem egy erősebb, olyan barbis rózsaszínnel. Viszont mégis letettem arról, mert úgy gondoltam, hogy ez a szín jobban beilleszthető az én ruhatáramba.
Alapvetően egyszínű dolgokat szoktam, farmert vagy egy egyszínű nadrágot viselni, tehát ahhoz tök jól egy színes kabát, és nagyon-nagyon szépek a gombja is, ahogy így elnézem. Az anyaga ez picikét, ez a tweed jellegű, nagyon csinos fazonnak tűnik, 36-os, azt hiszem az volt a legkisebb belőle, és többféle színvariációban is kapható, ahogy mondtam, a sötét rózsaszín is, a zöld is nagyon tetszett, de van ilyen rózsaszín mintás sportcipőm is, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ez a szín jól fog passzolni az én ruhatáramba. És az utolsó dolog pedig, egy felső, amit így az utolsó pillanatban láttam meg, már majdnem leadtam a rendelést, viszont feldobta ezt, hogy le van árazva, nem 2000 forintra talán, vagy 2000-3000 forintra, ha jól emlékszem, és ez annyira megtetszett, hogy ezt nem tudtam otthagyni. Azt hiszem, ez ilyen one size, hogyha jól emlékszem. Igen, ebből nem lehetett méretet választani, úgyhogy egy kicsit aggódtam is, hogy túl rövid lesz a dereka, de szerintem egy magas derekú farmerral, akár zöld-fehér sportcipővel, egy zöld magas sarkúval, akár egy vacsira is tök jól tud mutatni, imádom a tült, és ez a szín valami gyönyörű. Nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy igazából én ennyi lettem volna már, ez most egy ilyen rövidke videó volt. Az előző videómban már ígértem, hogy a következő videó az aktuális kedvenceim című videó lesz, viszont ezt követően már tényleg az a videó fog jönni, és fogok beszélni nektek abban a videóban olyan termékekről is, amik nagyon nem váltak be az utóbbi időben, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok ezekre, akkor legyetek résen, tartsatok velem legközelebb is. Köszönöm, hogy megnéztetek, ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!